születtem, hát, illetve hát Vápál után, de hát itt születtem Pétfürdön. Hát ahogy megnyitón Kati elmondta, Urmai József volt édesapám, és ha én jól tudom, a 6 éves koromban halt meg egyébként, ő a nitrogén műveknél volt mérnök, édesanyám pedig, hát csak úgy hívták, hogy Gabika, kultúrvonalon vitte végig a, hát nem is tudom, de 20-30 évet, utolsó éveit, az biztos, de szerintem többet. Öcsém Urmai Gábor, aki szintén, és ezt a csodálatos megnyitón, ugye ő volt a színész a vásznon, ő színész egyébként. Én Pétfürdőre úgy emlékszem, hogy általános iskolás vagyok. Egy gyönyörű időszak volt. Most, hogy kimondtam ezt a gyönyörű időszakot, egy dolog jutott eszembe, amikor még le kellett feküdni a földre, mert a nitrogénművek olyan bűzt árasztott, meg ilyen fullasztó valami, nem tudom mit, tehát ez még akkor az ősidőkben volt. Ez is élénkemben nem maradt. Meg hát a doktorszikla, ahol nagyon sokat a tányérfenyő, sportpálya meg környék, ami már kicsit később, miután már ugye kosárlabdapálya is lehet, kis focipálya, nagy futballpálya, víztározóban fürödtünk. Nem jut eszembe sajnos a neve annak a Dr. Szikráról már lehetett látni egy ilyen patak. Ott valahol túl a Posványoson vagy mezőn, ott folydogált egy patak, na oda hát nem szöktünk, csak ott nem mondtam meg, hogy oda megyünk, hanem csak a környéken, mert azért ez messze volt, tehát oda is jártunk fürdeni. És hát ezek a általános iskolai csibészségek, tanárokra emlékszem. Nagyon sok nagyon jó tanárom volt. És miután elkerültem középiskolába, Szegedre, de hát onnan még csak sűrűn se lehetett hazajárni, hát nyáron fordultam elő, meg a szünetekben. Úgyhogy úgy szépen lassan, így már csak a általános iskolai emlékek épültek be. Hallottuk, hogy grafikus művész. A grafika mikor fogta meg először? Már kisgyermekkorában grafikákkal foglalkozott, vagy ez később alakult ki? A művészet felé mi sodorta? Hát grafikákkal, ezt azért még általános iskolában persze, szerintem már alsótól. Tehát ahogy már ceruzát tudtam fogni, már rajzoltam, ez biztos, mert megvannak még azok a régi füzetek, mint az első A, második A, minden tele volt rajzolva, meg hát az otthoni füzetek is, de hát ezek még rajzok voltak. A művészet felé én szerintem már felsőben, tehát egyértelmű volt, hogy nekem valamilyen irányt kell választani, vagy erdész. De mivel a művészeti iskolákban előbb volt a felvételi, mint a más iskolákban. Oda fölvettek, így már nem is próbálkoztam tovább. Jó volt az így. És hát innen aztán ugye középiskolába Szegedre kerültem, ott már grafika szakra. És onnantól kezdve tényleg a grafika volt a fő vonal. A festészet pedig, mert azért ez más műfaj. Nem jobb, nem rosszabb, nem, tehát nem minősítés, különbözik. Az pedig akkor indult, hogy újból elkezdek festeni, amikor
hát voltam már szerintem 40 fölött. Ezt megpróbálom finoman megfogalmazni, amikor a grafikusnak, az alkalmazott grafikusnak elege lett a megrendelők hát uralmától. Tehát egy grafikát addig kellett gyúrni, nem amíg jó, hanem amíg a megrendelőnek nem tetszik. Így akkor elkezdtem, hogy valamit fejezzek ki magamból, adhassak magamból. Elkezdtem azért a grafikák mellett akkor ellen festeni, mert azért még maradt a grafika, mint megélhetés. A mostani, ami igazándiból érdekel és izgat, az a, ugye Csopakra költöztünk, az a nádas és a víznek a játéka, illetve a nádast odáig, majd aztán ennek a végére jutok ennek a feladatnak, remélhetőleg, odáig eljutni, hogy mondjuk két vonallal föl tudom rajzolni, és akkor mindenki tudja, hogy ez egy balatoni nádas. Tehát nem azt akarom visszaadni, hogy hogy néz ki egy nádas, mert akkor el kellett volna menni fotósnak, hanem azt, hogy úgy indul, hogy számomra milyen egy nádas, illetve mit tudok abból kihozni, és hogy lehet odáig leegyszerűsíteni, amíg már annyira kevés eszközzel ki tudom fejezni azt, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy ez mindenki számára egyértelmű lesz, hogy ez egy nádas. Hallottuk itt a kiállítás megnyitón volt egy kis videó, egy interjú részlet, hogy különleges anyagokkal alkot, és különleges anyagokra alkot. Itt ön mögött is látunk egy különleges anyagot, nem tudom pontosan, talán egy ablakkeret lehet ez. Miért? Miért a különleges anyag? Miért választja ezeket? Az ablakkeret az azért van, mert ez egy vekerlei ablakkeret, egy régi, ugye 110 éve épült, és ott rendszeresen használtam a vekerlei, ugye renoválták, újjáépítették és cserélték le ezeket a régi ablakokat, korszerűre, stb. De ezek annyira szépek, hogy nem lehetett hagyni, hogy ez a kukába vagy a szeméttelepre kerüljön. Úgyhogy akkor gondoltam ki, hogy hát ez két keretnek tökéletes. Más technikák, ugye elhangzott a cékla, a vörösbor, tea, kávé, sok mindennel próbálkozott, ezek az útkeresések voltak. Van egy festményem, egy nagy méretű, nagyon nagy, több mint két méteres akvarel. Aki olyan hallgatja, aki ért hozzá, az tudja, hogy ez más szinte lehetetlenség megfesteni. Az tea alapra festettem, tehát teával megfestettem magát a motivumokat, és egy-két akvarel színnel belenyúltam. Na most minden megmaradt, minden akvarel szín megmaradt, csak a tea nem. Ez volt 20 éve. Tehát eltűnt. Tehát ez ilyen butaságokat nem szabad csinálni. És gondolom, ugyanez lehetett volna egy vörösborral is, de azt annyira sikerült fölülfestenem akvarellel, illetve rádolgozni, hogy az olyan még mindig. Szívügye a gyermekek oktatása is, ugye létrehozta az ART elnevezésű tanfolyamot. Mit lehet tudni róla? Az alkotórajz tanfolyam. A általános iskolától felnőttekig oktatok tanulókat. Ez egy tanéven keresztül azért tanfolyam, hogy szóval ez egy minimum egy évet járnak oda a gyerekek, felnőttek akár. Egészen az alapoktól, tehát kockológia, szénnel rajzolás, túls, és nem sorom fel az összes technikát, minden technikával megismertetem őket, tehát alapszinten természetesen, amennyi ebbe az időbe belefér. Heti foglalkozások vannak, tehát hetente vannak foglalkozások. És minden technikán végigmegyünk. A
tájkép, az önarckép, a portré, a alak, tehát mindenfélét, amit tényleg csak lehetséges. És illetve ezen belül, ami a legfontosabb, vagy ezen túl, hogy felhívni, illetve megismertetni a tanulókkal a világ, vagy egy bármilyen tárgyban a szépséget, hogy fedezzék föl. Találják meg azt, hogy miért akarom én ezt megfesteni. Miért akarom úgy megfesteni, ahogy én látom. Tehát hát mondjuk így, hogy önállóságra is, de ez nem igazándiból az, hanem hát a nyitottságra, kicsikkel itt ezzel nincs gond. Őket nehezebb inkább munkára fogni, mert aztán tudnak olyan nyitottak lenni, hogy csuda. Őtőlük viszont én tanulom a frissességet, azt, hogy annyira át tudják képezni a világot, hogy már számomra megdöbbentő, de hát azért ugye valamit tanítani kell, hogy tudják, végül is ne csak a színes ceruzát, meg a fésztollat ismerjék. Hogyan kell elképzelnünk, amikor alkot, akkor jön egy gondolat, és hirtelen neki áll festeni, vagy egy illat, vagy egy szín, vagy bármi megihleti, és akkor a nap bármely szakában képes alkotni? A nap bármely szakában, igen. Az nem azzal van a gond, azzal van a gond, hogy én hihetetlen lusta vagyok, és igazándiból akkor kezdek el úgymond fizikálisan festeni, rajzolni, alkotni. Amikor tudom, hogy jön a kiállítás, vagy egy megrendelő fölhívott, tehát amikor valami konkrét dologra kell készülnöm. Ugye hát ez egy ismert mondás, hogy a legnagyobb múzsa a határidő. Hát így működöm, igen. Urmai László grafikus festőművész kiállítás megnyitójára május 19-én pénteken került sor a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban. A következő percekben a rendezvényen készült felvételekből és bejátszásokból láthatnak egy összeállítást. Te láttad az erdőt, mielőtt erdő lett volna. Mielőtt a vizek a száraz földtől elválasztottak volna. Azért festel most híven igazán azt is, mit itt nem láttál. Magadban a dolgok ősképére reáltaláltál. A képeiden azért hallik szinte-szinte a vizek dübörgése, vihar tört szálfák hörgő recsenése. Te láttad az erdőt, mielőtt erdő lett volna. Mert naív gyermek hit az, hogy az Isten a hat nap előtt mit se csinált volna. A hosszú-hosszú örökléten át a művészt szabta, formálta remekbe, illeszgett te múlhatatlan keretbe, bölcsőjét a káosz felett ringatta, a világ tervrajzába beavatta, szoktatta a halhatatlansághoz, aztán fogott csak hozzá a világhoz. My clothes just to pay the rent.
Én eltűnök már a művem mögött, mint horpat sír a virágok alatt, mint sápat elgyötört hajnali hold, ha tért foglalva felbukkan a nap. Én eltűnök már a művem mögött, mint repkény alatt elsüllyed a rom, mint déli bábos felhőzet mögött, elrejtőzik a kietlen orom. Virágok alatt ne keresd a sírt, napfényben holdat keresni minek. Repkény alatt rom, felhőn túl orom, nincs abból haszna élve senkinek. Virágok, repkény, napsugár, déli báb, hirdessétek, hogy bennetek vagyok, s ki mögöttetek, alattatok van, az már csak sír, rom, halvány hold, halott. Eltörted a pálcát magad felett, amit festettél csupa szürkeség. De engem elbűvöl a teged, ó, ezer színű naplementék.
magam felett én is pálcát török. Vers beszintelen, be semmi volt. Neked? Érték, kétségtelen, örök. Egedre szökkent csodafényű hold. Testvér, művész testvérem, mégis jó, mégiscsak nagyon-nagyon jó nekünk, hogy önmagunknak szól marasztaló, s egymásnak felmentő ítéletünk. Beléd is, Bracsó. Emlékeztek az urmai családra? A magas,
elegáns Urmai Jóskára, aki éppen színtársadatot szervezett. Műveket dramatizált, rendezett, komoly alakítások fűződtek a nevéhez, közben díszleteket is készített, rajzolt, festett. És a feleségére? A karcsú, szép, intelligens lányra, Zsigmond Gabira. Ő egyébként sokkal később ebben az intézményben is dolgozott. Két gyermekük született. Laci és Gábor. Az édesapa, Urmai József tragikusan fiatalon meghalt. Három maradtak. A 6 éves Laci, a néhány hónapos Gábor és az édesanyja. Itt laktak a belső lakótelepen. A mi ismerettségünk az általános iskolában kezdődött Lacival. Egy osztályba jártunk. Sok évtized távlatából is villannak elő vele a családjával kapcsolatos emléképek, hol élesebben, hol elmosódottabban. Urmai Laci kicsit szomorkás mosolyú, néha kék, néha tengerzöld szemű anyukájáról. Urmai Laciról, amint rajzol. Minden füzetbe, minden könyvbe, minden órán. Urmai Laciról, a fiúk vezetőjéről, akire felnéznek. Titokban mindenki egy olyan tesót szeretett volna, mint amilyen ő volt. Ha lehet ilyet mondani egy 11-néhány éves gyerekről, érettebb, bölcsebb és felelősségteljesebb volt legtöbbünknél. Urmai Laci egyébként a lányok álma is volt. Komolyan. Udvarias, lovagias volt, és ha jól emlékszem, még csinos is. 8. után az élet rendje szerint szétszélett az osztályunk. Mindnyájan kerestük a saját boldogulásunkat. Néha-néha összefutottunk, vagy hallottunk egymásról. Az urmai fiúkról tudtuk mi pétiek, tovább vitték az apai örökséget. Gábor színész lett, Laci alkalmazott grafikusként végzett. Családot alapított, és évtizedeken át reklámgrafikával foglalkozott. 2005-ben találkoztunk újra személyesen itt a közösségi házban. Elhozta hozzánk ragyogóan friss, légies, fényes, színekkel, árnyalatokkal teli vibráló műveit. Akkor már egy ideje festett, elsősorban akkor elveket. És mindezt miért? A kérdésre egy Csanádi Imre vers részletével válaszolt, ami egyben távlata mottója is volt. A méltóbb életért, az örömért, vagy csak egy maroknyiért. Hogy nyitva maradjanak mindvégig érzékeink, eltűnődhessünk virágon, felhőn, évszakok vonulásán, tavasz kékségén, nyár aranyán, őszi tarkuláson. Aztán megint teltek az évek. Majdnem 2 évtized. Mert Urmai Laci nem sieti el a péti távlatokat. Időt hagy nekünk arra, hogy leülepedjen bennünk az élmény. De most újra itt van. Hazatért a tékozló fiú. A kiteljesedett alkotó, az akvarell mestere, virtuóza ül most itt előttünk. Több korszakból válogatott képeket erre az összegző kiállításra, amelynek az Eljutni a valósághoz címet adta. Az alkotás lényegét megragadó, maximalista, kompromisszumokat, megalkuvásokat elutasító cím. Pilinszky János írta le egykor azt a Rilkének tulajdonított gondolatot, miszerint a művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. A tények kalodájába zárva köznapi létezésünkben folytonosan kontrollálni, megtervezni és uralni szeretnénk az ismeretlen. A valóság megragadására törekvő alkotó ezzel szemben talán az itt és most igazához, a jelenlét elfogadásához, a pillanattal való totális átitató frázshoz közelít. A teljességet akarja megélni és ábrázolni. Úgy sejtem, szenvedélyes, magányos és gyötrelmekkel terült ez. De azt hiszem, ecsetet fogni csak is ezzel az elszállással érdemes. Ezek a műgek tegnap érkeztek hozzánk. Laci tervezte meg a tárlat elrendezését,
kollégáim pedig szorgalmasan rakták, rögzítették a falakra a képeket, köszönet nekik. Igazából csak ma délelőtt volt lehetőségem arra, hogy csöndben körbejárjak, megálljak, belefeledkezzem egy időbe. Megmerítkezzem Urmai László képi világában, pontosabban abban a világban, amit most, ez alkalommal látni enged. A benyomásaim éppen ezért frissek, és bizony mondataim hosszas formálására sem jutott időm. Lenyűgözött a profizmusa. A nagyon is tudatosan végiggondolt, mégis a könnyedség benyomását sugalló, a koncentrált pillanatok egymás utániságában megszületett képei. Elvarázsolt a finoman vibráló felületek, a kikiragyogó fehérek, egymásba oldódó színek kavalkádja. Ugyanakkor megrendített a sejtelmesség, a fájdalommal átutatott monumentalitás, drámaiság, ami a főfal alkotásaiból áll. Urmai László vallomás töredékei múltról, jelenről és jövőről. Mindez most néhány hétre mindig. Ezt elhozta, megmutatja nekünk. Ő maga is itt van velünk. Édesapja és édesanyja már nem tudják fogadni, kint pihennek a temetőben. Éppen ezért ránk, régi pétiekre hárul a feladat, hogyha szimbolikusan is, de megöregjük őt, hogy tudja, bárhol is van. Bárhol is lesz az otthona. Pétfürdőn is mindig itt van lesz. Isten hozott világot, Laci, a kiállításra. Ezt föl kell dolgoznom. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, eljöttetek. Kíváncsiak vagytok a képeimre. Nagyon köszönöm Angeli Katalinnak a lehetőséget, és a csodálatos megmutatót. Köszönöm Gina-nak, Mariannának és Balázsnak. Ugye jól mondtam a nevet. Hogy tulajdonképpen a kiállítást ők építették fel. Nagyon köszönöm a zenészeknek, bocsánat, csak Bandi András nevét tudom. Eszmetlenül volt a műsor, gyönyörű volt. Ott is sikerült meghatódnom egész rendesen. Töcsém egy másik dolog. Neki majd mások köszönöm. Hát... tényleg oda vagyok teljesen. Szerintem erre már csak kocintani lehet, más nem.